dolognak vége. És nem olyan szinten vége, mint az előző emberiségeknél, hanem azon a szinten, hogy akkor fogják, és ezt a bolygót úgy, ahogy van, elpusztítják. Tehát nem az életet pusztítják el rajta, mert ugye minden emberiségnél marad túlélő. És ugye az a probléma, hogy most, ha maradnának túlélők, ugye akkor olyan lények maradnának, olyan emberi lények maradnának túlélők, akiknek kettős agyféltekéjük van. Ami azt jelenti, hogy van egy tudatos része, és van egy ösztönös része. Az ösztönös rész az tökéletesen úgy működik, mint egy fejlett állaté. És ezért van az, hogy mikor az ember rossz állapotú, akkor jobban hasonlít a működése egy állathoz, mint egy, mondjuk egy Istenhez. Tehát sokkal jobban hasonlít, sőt, még ugye akkor sem igazán emberi a működése, hanem állati a működése. Na most gondoljátok végig, hogy akik megéltek olyan történeteket az életükben, főleg gyerekkorban, az első 7 évben megéltek olyan életeseményeket, ahol elnyomást tapasztaltak. Tehát még személyesen nagyon sok embernek meg se kellett élni az elnyomást, hanem elég az, hogy szemtanúja volt az elnyomásnak. Tehát van egy pontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy 7 éves korig a gyerek mindent magára vesz. Tehát a gyerek nem tud 7 éves korig különbséget tenni. Tehát nem tudja azt mondani, hogy hát ez nem érte, vagy ez, hogy értem volt, vagy ellenem volt, ezt nem tud mondani. Érted? Tehát 7 éves korig ilyen nincs. Tehát 7 éves kortól kezdődik a különbségtétel. És 7 éves korig nincs különbségtétel, ami azt jelenti, hogy bármilyen negatív élethelyzetet megél, és azt nem magyarázzák el a gyereknek, már pedig a legtöbb gyereknek nem fogják elmagyarázni, és nem is magyarázták el, mert azt hiszik, hogy tudatlan. Mert nincsenek azzal tisztában, hogy van benne egy lélek, amellyel tökéletesen el lehet magyarázni bármit. Értitek? És a legtöbb szülő azt gondolja, hogy a gyerek az ilyen, hát mintha hülye lenne. Komolyan, és annak egy pici gyereknek is, egy csecsemőnek is el lehet magyarázni dolgokat, mert van benne lélek. És a lélek az nem tudatlan. Érted? A lélek az értelmes, ami benne van. És a szülőknek erről fogalmuk nincs, ezért nem figyelnek olyan dolgokra, hogy a gyerek átél olyan élethelyzeteket, mondom, nem is kell elnyomást kapni, csak olyan élethelyzeteket, például mondjuk a szülői veszekedést. Csak mondok példát. Mondjuk a gyerek az anyja hasában van, és a legtöbb szülő, amikor éppen konfliktusuk van egymással, akkor gondol arra, hogy az múltbéli negatív emlékképként rögzül a gyerekben. És ha túlságosan zaklatott körülmények között nő fel a gyerek, akkor ő soha nem lesz egy nyugodt gyerek? Erre gondolnak a szülők? Dehogy gondolnak. Tehát meg se kell élni olyan helyzeteket embereknek, akár az édesanyja hasába, érted? Mert nem ő éli meg, hanem az édesanyja éli meg. És megél olyan helyzeteket ezáltal, ugye, így közvetett módon, ami által neki az élete romokba fog heverni, mert egyszerűen képtelen lesz arra, hogy normálisan működjön bizonyos élethelyzetekben, mert egyszerűen bekattan, érted? És elkezd úgy viselkedni, mintha nem ott lenne, mintha nem a jelenben élne. Tehát az embernek van egy ilyen fajta működése, és ennek következtében gyerekkorban, 7 éves korig létrejön az elnyomó ember. Az antiszociális ember.
ha kellő negatív élethelyzetet él meg az első 7 évben a gyerek, akkor létrejön belőle az elnyomó. És az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében a környezetében lévőket elnyomja. És a bolygón minden ötödik ember ilyen. Minden ötödik ember. Akkor számolt ki, csak nem vagyunk 8 milliárdan, annak mennyi a 20%-a? Majdnem 1,5 milliárd ember. Vagy... Hát körülbelül 1,5 milliárd ember. Érted? Hát gondold végig, itt van 1,5 milliárd ember, aki rendszeresen azzal tölti az idejét, hogy elnyomja a környezetében élőket. Mit jelent ez az elnyomás? Leértékeli a környezetben élőket. Hülyének nézi a másikat. Mikor például a hatalom hülyének nézi a népet, az olyan elnyomás, mint a húzat. Tehát mikor egy magánszemély, egy egyén a környezetében élőket hülyének nézi, azt úgy hívják, hogy elnyomás, úgy hívják, hogy antiszociális viselkedés. Oké? És az a baj, hogyha lennének ezen a bolygón túlélők, akkor azok közt, mivel minden ötödik ember antiszociális személy, ezért túlélnék az elnyomók is egy kis létszámban. Azt, hogyha mondjuk egy hasonló lenne, hasonló a történe, mint ami már történt a bolygón, hogy volt tűzözön, volt vízözön, meg stb. Stb. Érted? És túléltek emberek. És nem csak a szociális emberek éltek túl, hanem az antiszociálisak is túléltek. És ha egy bolygón túlélnek az antiszociális emberek, akkor az antiszociális működés tovább megy. Világos ez? És ez egy nagy gond. Egy óriási gond, és ezt fellelhető az elmúlt emberiségek során. Hogy túléltek emberek, és túléltek az antiszociálisak is.